Sziasztok, én Csordás Ági vagyok, a mai videóban bemutatom nektek a kedvenc smink termékeimet, hogyha érdekel, tartsatok velem! Elsőként szeretném nektek bemutatni a kedvenc primeremet, ami nem más, mint a Becca primere. Ez egy hidratáló primer, tehát inkább száraz bőrűeknek tudnám ajánlani. Gyönyörű fényt ad az arcnak, nagyon jól mutat rajta az alapozó, már nagyon régóta megvan, és még mindig nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ezt bátran tudom ajánlani mindenkinek. A következő egy alapozó lenne, ami nem más, mint a Maybelline Dream Urban Cover alapozója. Ez SPF 50-et tartalmaz, ami nagyon-nagyon jó egy alapozónál. Nagyon-nagyon szeretem, könnyedén eloszlatható, ismételten szárazbőrűeknek tudnám kifejezetten ajánlani. Tartóságát illetően szerintem egészen jó, nem a legtartósabb alapozó persze, de én nagyon szeretem. Amit még el tudok róla mondani, hogy közepes fedésű, de szerintem építhető is. Nyilván korrektorral meg még nagyobb a fedése, tehát ezt is nagyon-nagyon jó szívvel tudom nektek ajánlani. A következő nagyon nagy kedvencem az nem más, mint az LA Girl Pro Coverage HD alapozója, amit a Beauty Bay-en tudtok beszerezni. Ezt is kifejezetten szárazbőrűeknek tudnám javasolni, hiszen ez is egy vizes bázisú alapozó, ami nagyon-nagyon szép fényt ad az arcnak, tehát inkább szárazbőrűeknek tudnám tényleg ajánlani. Ez is inkább egy közepes fedésű alapozó, viszont szerintem ezt nagyon szépen lehet építeni, tehát tulajdonképpen egy magasabb fedést is el tudunk vele érni. A következő az egy szem alatti fixáló púder, ami a Laura Mercier-nek a fixáló púdere, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. Hogyha választanom kéne egy kedvenc terméket az összes közül, akkor biztos, hogy ezt választanám, mert szerintem ez annyira jó termék, hogy el sem tudom mondani mennyire. Mindig ezt használom, tényleg, tehát nem is tudok nagyon jó alternatívát adni, mert ez az egyetlen egy olyan szem alatti fixáló púderem, ami annyira jól megállja a helyét, és tényleg kivilágosítja a szem alatti részt, nem szárítja azt, és tényleg nagyon jó, úgyhogy ezt bátran tudom nektek ajánlani. A következő egy szemöldök fixáló lenne, a Benefitnek a szemöldök fixálója, ami egyszerűen csodálatos, tehát ismételten ez is egy nagyon-nagyon nagy kedvencem. Nagyon szépen átfésüli a szálakat, és ott is tartja őket, tehát tényleg ez egy olyan termék, amit hogyha felteszek reggel például, akkor a nap végén még csodálatosan állnak a kis szemöldök szálaim, úgyhogy ezt is bátran tudom ajánlani. Tudom, hogy ez egy drágább árkategóriájú termék, de szerintem ez is egy olyan termék, ami minden pénzt megér. A következő is egy Benefit termék, ez pedig egy szempilla spirál lenne, ami tulajdonképpen a legjobb szempilla spirál, amit valaha próbáltam. Nekem nagyon kicsi szempilláim vannak alapvetően, és hogyha szeretném kifesteni egy sima szempilla spirállal, akkor nem nagyon vagyok elégedett az eredménnyel, tehát sokan mondják, hogy jaj, nekem is kis szempillám van, bla bla bla, de egyébként, hogyha kifestik, akkor kb. Elér az ajtóig, na mindegy, nekem sajnos nem ilyen, viszont ez a szempilla spirál alapvetően gyönyörű szempillákat varázsol nekem, úgyhogy ezt is tényleg bátran tudom ajánlani, akinek tényleg kicsi szempillái vannak, úgy, mint nekem, tehát azoknak bátran ajánlom. A következő az egy highlighter lenne, ami nem más, mint a Fenty Beauty-nak a Diamond Bomb highlightere. Ez azért is egy nagy kedvencem, mert különleges, tehát nem olyan, mint a többi highlighter. Hogyha megnézitek, ez tényleg egy gyönyörű, fényes highlighter. Abszolút nem szokványos highlighter, de nekem pont emiatt tetszik. És ezt is nagyon-nagyon szívesen hordom bármikor, mert szerintem gyönyörű.
Egy másik kedvenc következik, ami szintén egy highlighter, és ez nem más, mint a Revolutionnek a highlightere. És ez van most is az arcomon, szerintem gyönyörű, mindent elárul. Ez abszolút nem egy drága árkategóriájú termék, és mégis eszméletlenül gyönyörű. Ezt is meleg szívvel ajánlom, próbáljátok ki, szerintem nem fogjátok megvenni. Van itt még egy nagyon nagy kedvenc, az pedig egy paletta lenne, ami az Anastasia Beverly Hillsnek a Sultry palettája. Ez egy hétköznapi színeket tartalmazó paletta. Gyönyörű, gyönyörű a pigmentáltsága, gyönyörűek a fényes színek, a matt színek. Nagyon-nagyon szépen eldolgozhatóak. Egyszerűen nem lehet erre a palettára rosszat mondani. Ez egy alapdarab szerintem. Végül, de nem utolsó sorban egy sminkfixálót szeretnék nektek megmutatni. Erről biztos, hogy nagyon sokat hallottatok már. Ez az Urban Decay-nek a sminkfixáló spréje. Igazából nem tudok róla sok mindent elmondani, azon kívül, hogy ez az egyetlen olyan sminkfixálom eddig, ami tényleg konkrétan reggel, hogyha elkészítenék egy sminket, és befújnám ezzel magam, valószínűleg 8 óra múlva az a smink még mindig gyönyörűen tartana, emiatt a sminkfixáló miatt. És tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokan szeretik ezt a sminkfixálót, és ennek tényleg van alapja, hogy miért. Tehát ez nem csak egy felkapott dolog, ez egy tényleg jó termék, úgyhogy ezt is nagyon tudom ajánlani. Ennyi lett volna már ez a videó, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel. További szép napot, sziasztok!